Az egyre olcsóbb benzin szó szerint vonzza az autósokat. Csütörtök délelőtt is folyamatosan jöttek a tankolók Győr legolcsóbb kútjára. Szeptemberben még 420, ma már csak 325 forint volt a 95-ös literje, ez pedig jelentősen megnövelte az üzemanyagfogyasztást. Fodor László ezzel a kis motorral járja a várost, a járgányba alig 4 liter üzemanyag fér. A férfi mégis örül az olcsó benzinnek, hiszen sokat spórol rajta. Ott a 4 liter belemegy, a 400 forint, ez is pénz, ott már kapok értem, mit tudom, egy kiló gyarmati kenyeret. Mert ott van 3 kiskorú gyermekem, lokkantak vagyunk, aztán minden pénzbe kell osztani. Ezen a héten egyszer már csökkent az üzemanyagok ára, pénteken pedig újabb áresés jön a kutakon. Az olcsó nyersolaj miatt rég nem látott olcsóság van a hazai töltőállomásokon, ami jól jön minden autósnak. Főleg azoknak, akik naponta több száz kilométert mennek a munkájuk miatt. Ők súlyos ezreseket spórolnak meg a 325 forintos benzinnel. Ajánlatos figyelni, hát Budapest és Vecsés között járok vissza egész Győr-Sopron megyéig. Hát különböző benzinkutaknál szinte 20 forintos eltérések vannak a benzinkutaknál, úgyhogy érdemes kiválogatni a benzinkutakat, hogy hol tankoljon az ember. Jó jött az, hogy most közel 100 forintot esett pár hónap alatt a benzinára? Hát én alkalmazott vagyok, de tulajdonosnak, aki az autó, biztos, hogy sokat jelent. Mivel a kőolaj egyre olcsóbb lesz, a hazai áresés sem áll meg. Elemzők szerint január végére jöhet a 300 forint körüli magyarországi benzinár, ami már nem csak a hazai autósoknak vonzó. Beszámolók szerint ugyanis egyre több horvát és szlovák tölti meg nálunk a tankját, hiszen náluk a benzin 60-70, a gázolaj pedig 30 forinttal drágább, vagyis szépen lassan beindul a rég nem látott üzemanyag turizmus, ami persze a kutak forgalmán is meglátszik.